A világbajnoki selejtező nyíregyházi tornáján három olyan csapattal mérte össze tudását a magyar válogatott, amelyik előtte áll az európai ranglistán. Demeter György együttese a pénteki nyitómeccsen 3-1-re verte Lettországot, majd szintén 3-1-re nyert a 16 helyen előrébb rangsorolt Görögország ellen. Az Európa bajnoki bronzérmes franciák is sikerrel vették az első két akadályt, így a továbbjutásról a vasárnap esti magyar-francia meccs döntött. A mérkőzésen érvényesült a papírforma, a 18-ra elbukott első szett után ugyan a második szettben játszmalabdájuk is volt a hazaiaknak, végül azonban a vendégek 3-0-ás győzelemmel harcolták ki a továbbjutást. Fantasztikus agresszív nyitásokkal kezdtek, és taktikailag nagyon jól nyitottak a franciák. Ezeket mi nem tudtuk megszelidíteni, tehát nem tudtunk könnyű támadásokat szervezni, csak egyetlen fegyverünk maradt a Pádár Krisztián, aki nagyon jól játszott, de egy ember azért nem elég egy Európa-bajnoki harmadik helyezett csapathoz, és a mi nyitásaink egy picit puhábbak voltak az övékéhez képest, és ők egyetlenül kihasználták a főleg centerben a magassági fölényeiket. A magyar válogatott legeredményesebb játékosa Pádár Krisztián szerint bátrabb játékkal akár le is győzhették volna a franciákat. Mint csapat azt lehet mondani, hogy jóval szervezettebbek, egyénenként is kiegyensúlyozott a játékos állományuk, tehát azt mondom, hogy nincsenek akkora nagy sztárjaik, viszont amit hoznak szintet, azt minden játékos tudja képviselni. Mi ebben voltunk kicsit lemaradva, de megszorongathattuk volna őket kicsit jobban, sőt, szerintem mi mérkőzést is tudtunk volna előnk nyerni. Mivel fiatal játékosokról van szó ilyen szinten, amíg megy a szekér, addig nagyon megy a szekér, amint egy kicsit is rajtuk voltunk, mint hogy a második szedben is, akkor már nyilván nekik sem ment úgy minden. Tehát ilyen korosztályos tornákon szerintem nincs olyan, hogy valaki simán megveri a másikat. A nyíregyházi selejtező tornát Franciaország nyerte 9 ponttal, ezzel tovább jutott a következő körbe. A második helyen Magyarország végzett 6 ponttal, megelőzve a 3 pontos Görögországot és a pont nélküli Lettországot.